Az amerikai elnökválasztási kampányban már eddig is rengeteg fordulat történt, és még mindig 9 hónap van hátra addig, hogy az amerikaiak tényleg döntsenek arról, hogy ki legyen Barack Obama utódja. Az viszont már most biztos, hogy ez lesz az amerikai történelem eddigi legdrágább választási kampány, amiben a jelöltek már most majdnem 1 milliárd dollárt kalapoztak össze, amit persze el is fognak majd költeni. Balogás Éva van elünk itt a vonalban az Egyesült Államokból. Szerbusz, Éva! Szervusz! Miben nyilvánul meg az, hogy ez lesz, és ugye most már kijelenthetjük, hogy ez lesz a legdrágább választási kampány. Miért lesz ez? Mennyi pénzről van szó? És kik adják össze ezt a pénzt? Nagyon gazdag emberek adják, milliárdosok, dollárban milliárdosok. És sajnos nincs limit. Úgyhogy azóta pár évvel ezelőtt úgy a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy annyit adhat egy egyén, amennyit akar. És hát adnak, mert egyrészt, mert hisznek a saját pártjukban, másrészt pedig mindenféle, ha bejön, akkor ők szépen sok pénzt fognak kapni, vagy lehetőséget fognak kapni a kormánytól. Igen, de lehetett azt olvasni, hogy a mostani kampányhoz a kezdő pénznek a felét még kevesebb, mint 158 család adta össze. Tehát itt akkor a családok sorsáról van szó? Hogy ők járnak jól? Hát ezek a családok persze óriási pénzügyi társaságok, vagy pedig gyáraknak a tulajdonosai, vagy de hát, hogy adjabnak egy-két számot. Van egy úgynevezett két testvér, úgy hívják őket, hogy Koch testvérek. Úgy van írva, hogy mintha Kochnak kellene ejteni a nevezet. 889 millió dollárt szánnak erre az elnökválasztásra. Persze a republikánusoknak. Ehhez képest, amit Soros Györgyről írnak, 13 millió dollár? Az, amit úgy hívnak, Amerikában úgy neveznek, hogy peanuts. Mármint, hogy amerikai magyarul, semmi. Igen, apró pénz. De mi számít egyéb iránt ma Magyarországnak szerinted, és mire számít az Orbán kormány? Kivel járnának jól? Egyikkel sem. Mert hogy? Szerintem Orbánnak sem Trump, sem Clinton nem jó, neki már Washingtonban vége van. Ez az én véleményem. Kemény szavak ezek. Folytatásával lesz még miről beszélnünk. Köszönöm szépen, hogy elmondtad nekünk.